Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Stickball bajnokság folytatásában, és ez az első felsővági küzdelem, úgyhogy két olyan úriember van itt mellettem, Ádám és Szabi, akik már legyőztek valakit. Egy pillanat azért nézzünk bele, hogy hogyan is alakult ez a történet eddig. Szabi, milyen kegyetlen, én láttam rajta, hogy ma most le akarja zárni ezt az egészet. Nem. Tényleg vagy otthon is? És a Tünci ezt bírja? Én azt hittem, hogy csak a fizikai térben vagyok jó a kidobósban. Ott, szépen! Oh, na, még egyszer! Várj, ennyi! Ennyi! És! És a kontroller is nyögött egy. Hát ezt már ő sem bírja. Volt például nektek otthon konfliktus ebből, hogy azóta is veszekedtek otthon? Nem, vagy? Nem volt belőle konfliktus, mert igazából Vivi ezt szóba sem meri hozni azóta. Ez annyira megalázó élmény volt számára, hogy inkább nem beszélünk róla, úgy döntöttünk. De ugye ő is folytatja a küzdelmeket majd az alsó ágon. És neked a Lolával a kapcsolatod milyen azóta, hogy esetleg volt valami, azóta nem is forgattuk együtt soha többet? Szerintem ez volt a legmélyebb pontja a kapcsolatunknak Lolával. Innen csak felfelé vezet. Innen csak felfelé vezet az út. Elhoztam az egyik legjobb barátomat, Csikit, ő lesz ma a drukkolóm, a szurkolóm, úgyhogy innen nézi a küzdelmet. Én pedig arra hívám fel a figyelmet, hogy sérült vagyok. Na már kezdődik. Ó, igen. Akkor én is el tudom mondani, hogy ide a forgatásra Szabi hozott, és 45 percet álltam a körúton. Szerintem ez a taktika része volt, hogy a kezem így átfagyosodjon, és ne tudjam annyira használni. Ha már én is sérült vagyok, igen. Egy papírdoboz. Na. Megsebesített. Kezdjük el, az olajfúró tornyon fogunk kezdeni, olyan nagyon kell figyelni a játékosoknak, ugyanis le tudnak zuhanni oldalt, hogyha lelőkik egymást. Úgyhogy ez is egy taktika lehet, hogy nem is a labdára mentek rá, és itt a szél már el is hújta a labdát, most éppen ugye Ádámnál van, viszont ő a piros játékos, és egy nagyszerű kitérés volt Szabitól rögtön. És verekednek a játékosok, így van, hát végre valaki, aki kihasználja a testes elleni küzdet. Nem sikerült, olaj közben fűjön az olaj a pályára folyamatosan, és megint megvan a labda. És úgy látszik, hogy Szabi az tényleg arra megy rá, hogy inkább lögdösni akarja az ellenfelet, nem is a labdára. És itt kérem szépen, vigyázzat, itt nagyon a szélén vagytok. És most Szabi, Ádám le tudta volna lökni Szabit, már annyira a szélén volt. Így van, rengeteg láda van közben, és egy ládát meg is törtek. Ez sokkal izgalmasabb. Ez az. Ujj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 j
így van, úgyhogy 1-0, eddig... Lezuhantam a semmibe. Három kidobást kell egy pályán elérni ahhoz, hogy ő nyerje meg a pályát, egy játékos, és egyébként három nyertes meccsig megy most a küzdelem, nem kettő, mint korábban, hogy egy picit hosszabbak lennek a küzdelmek, és vissza lehessen jönni mindenkinek. Ajaj, és akkor, jaj, hoppá, kérem szépen, és most, ne tett volna lökni! Az olajon közel folyamatosan megcsúszom a srácot. Hogy? Miért ugrálsz rám? És most, hogy így van? Ne! És sikerült kilöknie. Úgy látszik, hogy a szurkolás tényleg győzelem. Ez mi, de akkor még nem nyertem meg ezt. Még nem nyertem meg, ugye 3-3 pontig jó. Megy egy pálya. Az is veszélyes, hogyha oldalt van a labda, hogy ki mer érte menni, mert akkor az kockáztatja, hogy oldalra kerül, és akkor könnyedén kilökhetik. Így van. Hoppá! És most megint Ádámnál van a labda, de sikerült kilökni a kezéből. Jaj, és vigyázzat! Nem. Ezen a pályán tényleg egyébként itt a legélesebb. Igen, és figyelj, most ki tudja lökni? De nem kapcsolt elég gyorsan. És sikerült, 2-1. Hát el volt kámbulva a Szabi. De pont magához tért. Éppen, igen. 2-1 az állás, úgyhogy folytatódnak a küzdelmek, de továbbra is egy pont kell Ádámnak ahhoz, hogy ő élet. Nagyon ugrálósak vagyunk. Így van, de ez nagyon jó is egyébként, mert végre mertek menni a labdáját. Voltak olyan játékosok, akik folyamatosan elbújtak. Hozzáteszem, hogy én is sokszor leszoktam. Hopp, és most ki tudnád lökni? Ne! És 3-1. Akkor megnyertem ezt a pályát megnyerted. Így van, tehát az összerint, hogy 1-0 vezet most a pályák tekintetében, hogy még semmi nincsen veszve. Itt az lesz majd, hogy mindenféle lávát lesznek a pályán, és ha belemész a lávába, akkor neked véged van, hogy ott a láva. Tehát például a lávába is be lehet lökni egymást egyébként. És vigyázni kell, amikor arra megy a labda, hogy nehogy véletlenül beleszaladjatok a lávába, amikor mentek a labdáig. Mert akkor meghalok egyből? Így van, ilyen, tehát megsérülsz, és... Ouch. Ó. Hogy így? Igen. Mert ugye te beleértél a lávába, emiatt rögtön megszédültél, és csak egyszer kell kidobnia. Úgyhogy ezért most itt igen. Hát ugye sajnos itt az ember a saját kárán tanul.
De itt ezt tetszik, hogy egymásra mentek rá, hogy nem az hogy a labda, hanem itt azonnal, jó is, Szabi, Szabi nem célzott, elhamarkodta. És vigyázz Szabi, mert hogyha csillagosan ugye belemész a lávába, akkor azonnal véged van, hiszen akkor meg vagy szédülve. Nálad volt megint a labda. Nálad volt, igen. Nálad. Ezt onnan is lehet ugye látni. Én ütöttem szét a sziklát, bocsánat. Jaj, és megint Szabi megint beleért. Új, de most szerencsé. Jaj, és új, és Ádám láttam, hogy nagyon okosan megvárta belelökni a lávába, én ezt láttam. Ez lehet? Ezt lehet csinálni, sőt, ajánlatos is csinálni. Most Ádámnál van megint a labda, de most meg. És most Szabi most egyszer eltalad Ádámot, vagy belemegy a lávába Ádám esetleg, akkor nyerhet Szabi egy pontot. Szabi, most dob ki, Szabi! Nagyon szép! Nagyon szép, 360 doszkóp. Igen, ezen a pályán most 1-1. Karsten és a coach 1-1. Ha sérült ujjammal is. Ugye onnan is lehet tudni, hogy koncentrálnak a játékosok, hogy egy kevesebbet beszélnek. Igen, hát nem megyek bele. Elhangzik. Ez az? Most ennál nekem a... Nem. Most nagyon tudatos, vigyázz Szabi a lávával, nagyon ilyenkor, amikor csillagos vagy. Hopp! De sikerült visszajönni, meggyújult időközben Szabi, úgyhogy már nem szédül, úgyhogy most megint van esélye neki is, hogy esetleg sikerül győzelemeskedni. Jaj, de most nem célzott megint, nem sikerült. Jaj, és a lávába majdnem mind a ketten belementek, de ne. Jaj, és belementem. Mire belementem a lávába? Igen, de sajnos nem sikerült kijönni belőle. Na, Szabinak most 2-1, és megnyereti ezt a pályát. Nem, azt nem, kizárta vagy, nem. Most már megint rengeteg láva van a képernyőn, úristen, nagyon kell figyelni. Hopp, és megint a verekedésre helyezik a hangsúlyt a játékosok, nem is annyira kidobósra. Ez verekedés. Szétverik egymást, és kérem szépen, és megint megszedik. Ott van Szabi! És ne! Szabi! És ne! Ez az! 2-2. 2-2 ezen a pályán. Jabá! A Szabi is nyer, akkor is még 1-1 van, nem? Így van, igen, mert ha te nyersz, még akkor se dől el, mert akkor is csak 2-0 van neked, tehát akkor még Szabinak az utolsó pályán van esélye szépíteni. Ez az? Ajjaj! Bam! Hát az utolsó körben ellentmondás nem tűrő volt, Ádám, ezt be kell ismerni. Ez elég gyors volt. Most már tudom, mit éreztél, Lola. Ne haragudj! Itt most az a helyzet, hogyha ezt a pályát is te nyered meg, akkor ugye megnyered a mai versenyt. Igen. A maiban. De mire kell figyelni, gyorsan mondjad ennek. Itt ki fognak jönni majd, ilyen kiemelkednek ilyen platformok, és ha rajta állsz, amikor kiemelkedik, akkor véged van. Ez lelökhetős? Érzem ebbe a potenciált, hogy lesz. Nem, itt aztán nem lehet lelökni, viszont mondom, hogyha kijön, amikor villog és rajta állsz, és följön, akkor meghalsz, hogyha rajta állsz, hogy erre figyelni kell. Jó. Ajaj, ezt nem értettem, de mi ez a darázs, amit a darázs? A darázs is meg lehet fogni. Ja, úgy, mint úgy, mint a kolbászt, azt is el lehet dobni. Ja. Ja. Én megfutottam előre. És az hozzá ne érjen. Hopp, és nálad van a darázs. A darázs is így van, van, így van. És akkor ilyen mékkasat. Jaj, nem, vigyázz, gyorsan, bújj el! Egyébként fedezéknek is lehet használni, annyi jó van ezekben. Vigyázz, ne menj rá, Szabi! Hogyha fedezéknek tudod használni, ez nagyon jó ellenben. Miért nem tudom eltalálni az Ádámot? Hát ő magadban, ezt magadban keresd. Ajjaj. Bam, még kell nyernem? Vagy még... 2-0, nem? 2-0, akkor még egyet, ugye? Igen. Na, egy pontra följött most Ádám, úgyhogy ha mostantól nem Szabi nyer mindig, akkor vége lesz a mai küzdelmeknek sajnos. 2-0. Gyerünk. Ennyi. Hoppá. Jaj, és megszívta! Ne! Menjél, Szabi! De ugrok így is. Ott a láda, vagy láda, labda. Gyere. Jaj, ne, és most Szabi, most itt a lehetőséget, hogy kidob, mert hogyha most eltalad, akkor szédül, és akkor tiéd egy pont. Dob ki, Szabi! Nem jó volt a célzás sajnos. Az utolsó pillanatban megremegett Szabi keze. Ez az, megvan egy. Bújj el, Szabi! Nem bam! Pedig láttad, hogy futottam igen. A fedezékbe. Igen, majdnem. Na hát, azt kell, hogy mondjam. Hogy nyertem? Hogy igen, hogy döntős. Megvan az egyik döntős. Megvan az első játékosunk, aki tovább jutott, hát hogy elődöntő-döntő itt még a rendszer, mi itt folyamatosan mozgásban van, de a lényeg az, hogy a legjobb négyben vagy, azon igen, biztos. És a Szabi hova jutott tovább? Szabi, hát ő, abba, sehova. Ő oda jutott, hogyha legközelebb is lesz valami játéksorozat, akkor majd meghívjuk, hogy oda jutott. Én várom a meghívást.